Üdv mindenkinek, sok szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban 20 alapmondatot szeretnék nektek bemutatni a nyaraláshoz. Nos, hogyha érdekel téged az önálló angoltanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd megszerezni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézz rá a tréningemre. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Ezt a videót én elsősorban kezdőknek javaslom, de remélem, hogy a haladók is érdekesnek fogják találni. Ugye tombol a nyár, úgyhogy ebben a videóban eldöntöttem, hogy nyaralni fogunk menni, és olyan nagyon egyszerű és rövid alapmondatokat szeretnék nektek bemutatni, aminek nagy hasznát tudjátok majd venni nyaraláskor külföldön. Tehát lássuk, hogy milyen mondatokra lehet szükséged a reptéren, a repülőn, a vámvizsgálatnál és mondjuk egy szállodában. Kezdjük is a repülőtérrel. Nos, nagyon könnyen elképzelhető, hogy át kell szállnod egy másik fővárosban vagy egy másik városban a nyaralás során egy másik járatra, úgyhogy nézzük, hogy mire lehet szükséged a reptéren. Odaadtad a csomagokat a légiutas kísérőnek, és mondjuk szeretnéd felfrissíteni magadat a sorbállás után, úgyhogy megkérdezzük először is, hogy hol van a mosdó. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Az első mondat az, where is the restroom? Tehát hol van a mosdó? Ennyire egyszerűen. Saját személyes tapasztalatból mondom, hogy vannak olyan országok, ahol nem tudják, vagy nem értik, hogy a restroom az mit takar, úgyhogy néhány országban a bathroom, a washroom, vagy egyszerűen, egész egyszerűen a toilet szót kell használnod, hogy megértse a másik fél, hogy mit akarsz. A második mondat is nagyon rövid is egyszerű. Ha bármit szeretnél kérni, segítséget, útbaigazítást, akármit, azt úgy tudod megtenni, hogy azt mondod, hogy I would like, és elmondod, hogy mit szeretnél. Tehát szeretnék egy, és elmondod, hogy mit szeretnél. Ez egy nagyon-nagyon udvarias kérés. Tehát mondjuk, ha egy pohár vizet szeretnél, akkor azt mondod, hogy I would like some water. Megkérdezhetjük például még azt, hogy mikor megy a járatunk, ha nem vagyunk, ha túl nagy a repülőtér, és nem tudjuk, hogy hogyan tudunk erről információt szerezni, ezt úgy tudjuk megtenni, hogy azt kérdezzük, hogy what time is my flight? What time is my flight? Tehát megmutatod a segítőkész helyi alkalmazottnak a járatot számát, és azt mondod, hogy what time is my flight, mikor megy a járatom, ő pedig valószínűleg tudni fogja, hogy mit kell erre válaszolni, és segíteni fog neked. Ugyanúgy felmerülhet, hogy meg kell találnod egy nagyon nagy reptéren a beszálló kaput. Egész egyszerűen, ha már tudod, hogy melyik járattal mész, és az hol van, megkérdezheted ilyen egyszerűen, hogy where is my gate? Hol van a kapum, hol van a beszálló kapum. És hogyha indulás előtt még szeretnél venni valamit a reptéren egy boltban, akkor, de mondjuk nincs kiírva az adott terméknek az ára, vagy neked ez nem egyértelmű, akkor egész egyszerűen megmondod, vagy megkérdezed, hogy how much does this sandwich cost? How much does this sandwich cost? Tehát mennyibe kerül ez a sandwich? Természetesen a szendvics szót bármilyen más szóra is kicserélheted, snack, rákcsa, book, könyv, vagy t-shirt, póló, vagy valami más. Oké, megtaláltuk a járatot, felszállt a gép, miket kellhet megkérdeznünk a repülőn magán. Mondjuk megkérhetjük a régi utaskísérőt, hogy hozzon nekünk valamit enni vagy inni. Ezt úgy kérdezzük meg, ez a 6. számú mondatunk, hogy may I have something to eat? May I have something to eat? Vagy may I have something to drink? Kaphatnék valamit enni? Vagy kaphatnék valamit inni? Természetesen ugye általában az lesz a válasz, hogy igen, és ezután kiválasztod, hogy pontosan mit szeretnél. Ugyanígy elképzelhető, hogy a járatot késik, erről kapsz valamilyen információt a kapitánytól angolul, de lehet, hogy ezt nem érted egészen pontosan, hogy mikor is fogtok leszállni, tehát hogy mennyi időt vesz majd igénybe a késés, úgyhogy egész egyszerűen azt fogjuk megkérdezni a légiutas kísérőtől, hogy when will we arrive?
when will we arrive, mikor érkezünk meg. És hogyha mondjuk nagyon messzire utazol egy másik időzónába, és nem tudod pontosan, hogy hány óra van, vagy nem értetted a kapitány szavaiból, akkor szintén csak egyszerűen megkérdezheted a légiutas kísérőt, hogy what time is it? What time is it? Hány óra van most? Nézzük a következő lépést, mi történik a VAM vizsgálatnál, miután megérkeztél. Általában ez nem szokott egy kellemes élmény lenni azoknak az embereknek, azoknak a honfitársainknak, akik nem beszélnek túl jól angolul. Egész egyszerűen itt arról van szó, hogy el kell mondanod nagy vonalakban, hogy mi az utazásod célja, mennyi ideig szándékozol abban az országban maradni, és hogy hol fogsz megszállni. Nézzük meg, hogyan tudod ezt megtenni. A 9. számú mondatunk úgy hangzik, hogy I'm traveling for leisure. I'm traveling for leisure. Szabadságon vagyok. 10. mondat. I'm traveling for work. I'm traveling for work. Munka miatt vagyok itt, üzleti úton vagyok. 11. mondat. I will be here for 10 days. I will be here for 10 days. 10 napig leszek itt. Természetesen a 10-es számot bármilyen más számra is kicserélheted, és akkor ezzel azt mondod, hogy ennyi időt töltesz az adott országban. Vagy elmondhatod még, hogy I'm visiting my family. I'm visiting my family. A családomat látogatom meg. És végül, hogy hol is fogsz megszállni, I'm staying at this and this hotel. I'm staying at ... hotel. Tehát ebben is ebben a szállodában vagy motelben szállok meg. Nézzük a következő nagy etapot. Megérkeztél a szállodába, a reptérről. Milyen kérdésekre, milyen mondatokra lehet itt szükséged? Miután átvetted a szobakulcsot, és egy kicsit felfrissültél, valószínűleg körbe akarsz sétálni az adott városban. Úgyhogy az első kérdésünk az lesz, a 14. mondat, hogy do you have a map? Do you have a map? Van egy térképük? Ugye ez azt jelenti, hogy szeretnél egy ingyenes térképet kapni a szállodában. Ezt a legtöbb szálloda természetesen ingyen biztosítja. Utána megkérdezhetjük, hogy hol van a legközelebbi busz megálló. Where is the bus stop? Where is the bus stop? Hol van a busz megálló? Vagy hogyha te már pontosan tudod, hogy szeretnél egy konkrét múzeumot vagy látványosságot megnézni, azt mondod, hogy I would like to go to ... museum. I would like to go to ... museum. Ebbe és ebbe a múzeumba szeretnék eljutni. A következő két mondat az internet eléréssel kapcsolatos. Hogyan tudsz segítséget kérni ebben a kérdésben? Például azt mondod, hogy how do I access the internet? How do I access the internet? Hogyan kapcsolódhatok az internethez? Ugye a recepciós nyilván ekkor segíteni fog, és megmutatja, hogy hogyan tudod ezt megtenni. Vagy hogyha szimplán csak egy wifi jelszóra van szükséged, akkor azt mondod, hogy what is the password for the Wi-Fi? What is the password for the Wi-Fi? Mi a wifi jelszó? Ugye nyilván itt is automatikusan meg fogod kapni ezt a jelszót. És az utolsó két mondat a takarítással és különböző dolgok kérésével kapcsolatos. Hogyan tudsz például új vagy friss törülközőt kérni a portástól, vagy a recepcióstól, vagy éppen a takarítónőtől? Annyit mondasz csak, my room needs towels. My room needs towels. A szobámba törülközőre van szükség. Természetesen a towels szót bármilyen más szóra is kicserélheted, tehát ha takróra van szükséged, akkor azt mondod, hogy bed sheets, vagy egész egyszerűen, ha WC papírra van szükséged például, akkor azt mondod, hogy my room needs toilet paper. Mindenki érteni fogja, hogy mire van szükséged. És elképzelhető, hogy nagyon késő estig szeretnél kimaradni, városnézni, vagy bulizni, megkérdezheted még, hogy mikor zár a recepció. Tehát vannak olyan szállodák, ugye, ahol nem biztosítanak 24 órán keresztül portaszolgálatot. Ha erre az információra van szükséged, szimplán csak annyit mondasz, when does the front desk close? When does the front desk
close, vagy ugyanezt egy másik szóval, when does the reception close? When does the reception close? Tehát mikor zár a porta? Nos, én remélem, hogy ezekkel a nagyon egyszerű és rövid alapmondatokkal segítettem abban, hogy kellemesebben töltsd a nyaralásodat, és könnyebben tudják kommunikálni szállodában vagy a repülőn. Kérlek, hogyha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, akkor oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!